Környezetbarát elektromos Ikarusz buszokra cserélheti az idősödő dízeleket a fehérvári önkormányzat. A fejlesztést egy kedden aláírt együttműködési megállapodás teheti lehetővé. Az Ikarusz és a kínai CRRC vállalatcsoport közös fejlesztésének első darabja elkészült, és a próbaüzem elkezdődött. Az Ikarusz és a kínai cég elektromos busza ugyan még nem szállít utasokat, mégis sokan szálltak fel rá. Kálmán Péter például abban bízik, hogy hamarosan elindul a sorozatgyártás, és a helyi közösségi közlekedésben ilyen elektromos járatok futnak majd az utakon. Az új fejlesztésű buszt a Városház téren mutatták be a székesfehérváriaknak ma délután. 65 busszal látja el a KNKK a fehérvári közösségi közlekedést ebben a pillanatban. A városvezetés tervei szerint az összeset elektromos Ikaruszra cserélik a következő időszakban. Ha lesz pályázati lehetőség, akkor szeretnénk ezekkel a pályázati lehetőségekkel élni, illetve fel fogjuk ajánlani az irányító hatóság számára, hogy van energetika vonatkozásában még olyan topos forrásunk, ami az első pár busz megrendelésére adott esetben alkalmas lehet akkor, hogyha megkapjuk az engedélyt erre a célra történő átcsoportosításra. A fehérvári és a kínai cég közös fejlesztésének első példánya elkészült, a próbaüzem pedig elkezdődött. Nagyon fontos nap ez a mai városunk életében, és nagyon megtisztelő, hogy ilyen körben tudjuk ezt a nyugodtan mondhatjuk, hogy ünnepet megülni Székesfehérváron. Nem tudok elképzelni igazán ebben a városban, ennek a városnak az ipari hagyományait ismerve szebb karácsonyi ajándékot, mint amikor egy jó Ikarusz busz áll a város főterén. A magyar gazdaság egyik legfontosabb gazdasági centrumában, ipari centrumában vagyunk, és ennek reményeink szerint nem csak a hagyományok és a múlt, hanem a jövő okán is egyik legfontosabb cége az Ikarusz. Szeretném megköszönni kínai partnerünknek azt, hogy az Ikarusszal együttműködve egy ilyen együttműködés indult el Székesfehérváron. Nyilván, amikor egy ilyen világcég partnert keres magának Európába, és partnert talál, akkor azt nagyon megfontolja, és önmagában jelzi ezt a bizalmat az Ikarusz irányába. Nem kell mondani, hogy a közösségi közlekedés az mennyire fontos, és egyre inkább felértékelődik az egész világon, így nyilván Székesfehérváron is. Tehát miközben egy szép hagyományról beszélünk, abszolút a jövő fele is fordulunk ezzel a mai aláírással. Köszönhetően a magyar kormánynak elmondhatjuk azt, hogy az Ikarusz bizonyított az elmúlt hónapokban, hiszen képes volt leszállítani az állami megrendelést a katonai buszok tekintetében. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki bizalmában nyugodtan ajánlhatjuk ezt a kínai-magyar együttműködést az elektromos buszok vonatkozásában is. Székesfehérvár ezt a mai napot egy gazdasági és egy környezetvédelmi lépésnek egyaránt tartja, és bízik abban, hogy rendelkezésre fognak állni olyan pályázati lehetőségek, hogy a fehérvári dízel buszokat elektromos buszokra válthassuk a következő években. Engedjék meg, hogy kis köszöntöm végén egy szubjektív, személyes élményt is megosszak önökkel. Amikor egy órával ezelőtt elindultunk a Városházáról, akkor azt láttuk, hogy az ott leállított buszt körülveszik az emberek, kibeszállnak a buszba, és nagy örömmel fotózzák, és örülnek annak, hogy ebben az együttműködésben ez a busz elkészült, és nem csak elkészült, hanem már megy, és egy elektromos buszként szolgálja ennek a városnak a jövőjét. Varga Tamás, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára arról beszélt, hogy néhány évvel ezelőtt a dízelbotrány után a világ, mintha gyorsabb ütemre kapcsolt volna az elektromos meghajtás fejlesztése érdekében. Néhány évvel ezelőtt a világsajtó hangos volt egy bizonyos gyártó dízelbotrányáról, melynek során kiderült, hogy a dízelmotorok mégsem olyan környezetbarátok, és a világ elindult, és talán gyorsabb ütemre is kapcsolt. A másik híres esemény, amelynek sokan részesei is voltunk tavaly ősszel, amikor bemutattuk, és idén tavasszal, amikor átadtuk az elkészült Ikarusz buszok, amelyek a nemzeti autóbuszgyártó gondolat jegyében itt Székesfehérváron a Nagybultó Ikarusz gyárban készültek. Egy olyan gyár van, amely 40 évvel ezelőtt a világ első 4 autóbuszgyártó cége közé tartozott, és nagykövet úrral való beszélgetésünk során nagykövet úr is megerősített, hogy a kínai emberek is ismerik ezt a márkát, ismert az Egyesült Államoktól a Távol-Keletig, a volt Szovjetunió országában. Vannak országok, ahol az autóbusz és az Ikarusz szinte egyet jelent. És a közelmúlt híre, hogy áttörés előtt áll az elektromos hajtáslánc, olyan elektromos akkumulátorokat sikerül már készíteni, amelyek olyan hatótávolságot biztosítanak,
hogy a személyautók és az elektromos buszok is hatékonyan működtethetők. És tudjuk is, és ma már hallottuk is, el is hangzott, hogy kínai barátaink az élen járnak az elektromos hajtáslánc kifejlesztésében, gyártásában, az elektromos buszok előállításában. És ezen a ponton érnek össze a hírek, események, történések, és találkoznak össze egy pár perc múlva közösen is megcsodálható elektromos hajtású buszban. Találkozik a keletről indult egy övezet, egy út gondolat, és a nyugatról indult keleti nyitás politikája, és ebben a közös együttműködésben, ebben a műben, ebben a remek műben ölt testet. A Kínai Népköztársaság nagykövete örömét fejezte ki az Icarus és a CRRC együttműködés kapcsán, amely fontos eleme a kínai-magyar kereskedelmi kapcsolatoknak. Elmondta, hogy a közép-kelet-európai kínai befektetések mintegy fele Magyarországon található, ahol nagyon előnyös befektetési környezet van, és ez vonzó nagy lehetőség a kínai vállalatoknak. Jövő év lesz a kínai-magyar diplomáciai kapcsolat felvételének 70. évfordulója, és ezért nagyon fontos év a kínai-magyar együttműködésnek. Én is azt várom, hogy az együttműködésünk pár a befektetési, vagy kereskedelmi, vagy a humankulturális területi több eredménye lesz. És én is úgy gondolom, hogy a mai nap mi fogunk bemutatni új elektromos buszt, ez is olyan, előre egy ajándékot adtunk a 70. évfordulónak. És abban bízom, hogy az mostani együttműködés kezdve biztos jövő évben több együttműködési eredmény is lesz. Végzettük kívánom az Icarus és a CRRC közötti együttműködés magasabb szintjére való lépését. A 12 méteres tisztán elektromos busz prototípusa alacsony padlós kivitelben készült el. Egy töltéssel nagyjából 200-260 kilométert képes megtenni. Mi úgy számolunk, hogy a jövő évben minimum 200 darab elektromos meghajtású busz fogunk gyártani, de inkább 400 a terv. Az utána lévő évben már legalább 1000 darab, és legalább 3000 darabra szeretnénk évente fölfutatni az elektromos hajtású buszoknak a gyártását. Az elektromos hajtásláncot a CRRC fejlesztésében gyártották, és Kínában már több ezer darab számban kipróbálták. Az alváz és a belső tér pedig a fehérvári szakemberek munkájának eredménye. A világviszonylatban a személygépkocsi gyártás és buszgyártás és trakkoknak a gyártása is arra szól, hogy minél inkább zöld energiásak legyenek, és nyilván a zöld energiámkon belül az elektromos energia az egyik legfontosabb, vagy hát legkönnyebben megvalósítható zöld energiás rendszer. Azon belül buszok esetében ma már oda jutott a hajtásláncoknak a fejlesztése, meg az akkumulátorok méreteinek a zsugorodása, hogy buszba is megvalósítható. Most ettől függetlenül volt egy másik szempont is, nevezetesen az, hogy az Icarus egyre inkább zöld energiás buszokat gyártson. Ugye tavaly kifejlesztettük az LNG buszt, most az elektromos buszt, tehát megyünk abba az irányba, ha lehet, ha nem muszáj, akkor ne csak dízelbuszokat tudjunk gyártani. Ettől függetlenül van egy harmadik szempont is, nevezetesen az, hogy a kínai-magyar gazdasági kapcsolatok számára rendkívül jó hatással van ez, hogy ma már nem csak az iparágak más területén, hanem a buszgyártásban is létrejött egy olyan kooperáció, amelyik mind fejlesztésre, mind a közös gyártásra vonatkozik. Mit tartalmaz egyébként a ma aláírt megállapodás? Hát egyrészt tartalmazza, tehát több szerződés aláírásra is kerül, akkor most, hogy nem műszaki paramétereket mondjak, inkább azt emelem ki, hogy a város szeretné, mármint Székesfehérvár szeretné minél hamarabb elérni azt, hogy a zöld energiás rendszerek egyre jobban elterjedjenek, illetve kiemelt szerepet akar játszani a zöld energiájú városi közlekedésbe. Tehát egyszer a polgármesterrel lesz egy aláírás erre vonatkozólag, hogy ők támogatják a zöld energiás buszoknak a behozatalát a városba, illetve ezeknek a próbáit. Tehát januártól indulnak meg ezek a próbák. Másrészt pedig az aláírás vonatkozik a
kínai vegyesvállalati partnere, ugye, akivel együtt közös vállalatunk van, a CRLC-vel, arra vonatkozólag, hogy egyrészt hogy megyünk tovább fejlesztésbe, illetve gyártásba. Hát van, nagyon nagy titkot nem árulok el azzal, hogy nyilván ez egy hosszú távú partneri kapcsolat, nyilván nem csak tegnap meg ma, hanem holnap is folytatódnak a tárgyalások arra vonatkozólag, hogy milyen stratégia mentén hozunk létre gyárat például a Sankhaj mellett, illetve majd ugye az Ikaruszon belül közös gyártóbázist is. Hogyha jól értem, akkor Székesfehérváron valószínűsíthetően megindulhat a közösségi közlekedés átalakítása új elektromos Ikarusz buszokkal. Mi várható még az országban, illetve ezek a buszok exportra kerülhetnek-e? Feltétlenül, mert olyanok a paraméterei, olyanok a futási teljesítmény, tehát például az, hogy egyszeri feltöltéssel 250 kilométert el tud menni, amit ma a világon kevés busz mondhat el magáról. Tehát mi úgy prognosztizáljuk, hogy az unión belül is rendkívül magas lesz az érdeklődés, Magyarországon belül is már több város bejelentkezett, úgyhogy a legnagyobb probléma az lesz, hogy sokkal jobban fog húzni a piac, mint ahogy mi termeléssel ezt bírjuk. Széles Gábor hozzátette, Székesfehérvár mellett más hazai nagyvárosok is érdeklődnek a környezetbarát technológiás buszok iránt. Így elképzelhető, hogy Miskolcon és Zalaegerszegen is magyar-kínai fejlesztésű Ikaruszok futnak majd, de az elnök exportpiacokra is számít.